Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal. Jó napot kívánok, köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, ez itt a Ceglédi kérdezi, a mai műsor elkészítésében Nagy Teodóra és Törő Nikolát lesz a segítségemre. A vendégem pedig Ligeti Miklós, aki a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, és a beszélgetésünknek van egy direkt apropója is, jelesül, hogy a vagyonnyilatkozatok azok január végén lettek nyilvánosak Magyarországon, illetve egy átfogóbb is, ez pedig a szervezet 15. születésnapjáról szól. Mindkettőről beszélgetni fogunk az előttünk álló 40 pár percben. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat is. No, a vagyonnyilatkozatok, és most kifejezetten az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatairól fogunk beszélgetni, ezek január végén lettek nyilvánosak. Megtehettem volna, hogy rögtön, amikor kijönnek ezek az érdekes legendák, kinyomtatva, beszkennelve, akkor rögtön elkezdünk mazsolázgatni, beszélgetni róluk, de engem érdekelt az is, hogy milyen visszhangja van abba, annak, hogy a politikusok azok pontosan mit mesélnek el a saját anyagi helyzetükről. És így, hát ilyen bő két, majdnem három hét elteltével szerintem azért látható is, hogy mennyire vesszük ezt az egész műfajt komolyan. Úgyhogy erről is foglak kérdezni, de a nulladik pont, hogy az esetleg laikus hallgatóknak megvilágítsuk, az arról szólna, hogy kérlek mondd el, hogy Magyarországon ma kinek kell vagyonnyilatkozatot tennie. Tulajdonképpen, amikor a kormány képviselői arról beszélnek, hogy az Európai Unió, de akár a világ egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere működik Magyarországon, akkor félig majdnem igazat mondanak. Mert a nyilatkozattételre kötelezettek számossága az tényleg párját ritkító. Magyarországon akár több százezer személy is lehet azok köre, akik kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. Évente van, aki két évente, és vannak olyanok, akik csak három vagy öt évente. De azokon a prominens közéleti szereplőkön kívül, akik ugye mindig szem előtt vannak, és akiknek a január 31-i vagyonnyilatkozatát sokan várják, és kíváncsisággal olvassák, ugye ők a parlamenti képviselők és a vezető közjogi méltóságok, rajtuk kívül nyilatkozatot kell tennie minden bírónak, minden ügyésznek, rengeteg nyomozónak, akik a rendőrségen, illetve az adóhatóságnál dolgoznak, egy csomó köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek, akiknek a létszáma már a százezres nagyságrendes súrója, pusztán azért, mert a feladatkörüknél például, mert Európai Uniós forrásokat érintő a munkájuk, pénzekről döntenek, vagy pénzek ellenőrzésében működnek közre, egyszerűen rájuk vonatkoznak vagyonnyilatkozattételi szabályok, és egyébként ugyanez vonatkozik az önkormányzati alkalmazottakra, önkormányzati képviselőkre, polgármesterekre. Gondoljunk bele, hogy az önkormányzati testületek létszáma sokszorosan meghaladja a parlamentnek a jelenleg 199 fős létszámát. Tehát tényleg rengetegen kell, hogy nyilatkozatot tegyenek, de ha nagyon plasztikusan akarok fogalmazni, akkor a nyilatkozatoknak jóformán semmi értelme nincsen, csak azért nem akarom ezt túlhangsúlyozni, mert akkor bárki joggal megkérdezhetné a mai beszélgetésnek is az értelmét. Lesz egyébként olyan rész, amikor kitérünk erre, de szerintem ez egy fontos dolog, és nem igazán hangzik el más felületeken jelesül, hogy tényleg több százezer olyan ember lehet, akinek vagyonnyilatkozatot kell tennie. Na most ez azt jelenti, hogy lényegében belefulladhatnak az ellenőrzésre jogosult, vagy ezekre a nyilatkozatokra egyáltalán kíváncsi kutató szemek ebbe a rengeteg adatba. Egy picit azon gondolkodtam, hogy olyan, mint amikor mindenki priority-t vesz a repülőgépre, és ezért egyetlen hosszú sor van továbbra is, és nem pedig néhány kiemelt szereplőről beszélünk, mint mondjuk a politikusok. Tehát, hogy belefullasztanak minket lényegében ebbe a sok vagyonnyilatkozatba. Azért ne aggódjunk, mert a vagyonnyilatkozatok közül egyetlen egy sincsen, amit érdemben ellenőriznének. A látványosan nyilatkozók, tehát a nyilvánosan nyilatkozók, ugye az a 200 parlamenti képviselő, meg az a mondjuk nagyságrendileg 20-30 vezető közjogi tisztségviselő kiteszi ugyan a nyilatkozatát az adott szerv honlapjára, de ezekkel sem törődik igazán senki. Akik pedig borítékban nyilatkoznak,
ők tulajdonképpen a vagyonnyilatkozatukat a közvetlen hivatali főnöküknek adják le. Tehát a minisztériumi dolgozók, a közigazgatási államtitkárnak, az ügyészek, az adott megyei főügyészség igazgatási vezetőjének. Átviszik a szomszédba a papírt, és az ott is marad, tehát nincs egy érdemi külön szerv arra hivatott, aki akár ezeknél az embereknél vizsgálódna. Hát, hogy egészen plasztikusan fejezem ki magam, én 2012-i kormánytisztviselőként dolgoztam, magam is köteles voltam vagyonnyilatkozatot tenni, eleve zavart keltettem, mondjuk úgy, hogy homokszemeket szórtam a gépezet kerekei közé, mert elkértem elektronikusan kitölthető formában, ez nem volt szokás, már akkor sem, meg azóta sem az. Én úgy gondoltam, hogy én nem fogom kézzel skribolni a vagyonnyilatkozatomat, ha egyszer be lehet gépelni, hiszen ez egy elektronikusan elérhető törvénynek a mellékletében található. Arra köteleztek, hogy nyomtassam ki, írjam alá, utána ezt borítékba, A4-es méretű borítékba kellett tenni, és a borítékot a leragasztás perforációja mentén alá kellett írni, és le kellett pecsételni, és a soron következő vagyonnyilatkozatom letétele pillanatában az előző vagyonnyilatkozatot érintetlenül kaptam vissza. És ez egyébként a vagyonnyilatkozatok összessége mínusz az a 201 nehány, ami kimegy az internetre, sorsa. Tehát a vagyonnyilatkozatokkal az történik, hogy a soron következő nyilatkozat leadásakor a nyilatkozó visszakapja az előzőt pontatlanul. De ez hihetetlen. Volt egy nagy darab haverom, aki azzal próbálkozott, hogy kipróbálta időről időre, hogy mit kellene fölmutatnia a metró lejáratnál, hogy ne engedjék le. És azt mondja, hogy ő még tulajdonképpen egy sütőporozacskóval is bérlet helyett le tudott menni, annyira nem foglalkoztak ezzel. De jól értem, te is tehettél volna bármit ebbe a borítékba, vagyonnyilatkozat helyett, receptet, vagy nem tudom, jó kívánságokat, ugyanaz lett volna. Egy lépést lépjünk vissza. Miért tesznek, mi az eredeti cél, miért tesznek ezek az emberek vagyonnyilatkozatot, mit várunk ettől, vagy mit vár ettől az, aki kitalálta magát a műfajt? Az elképzelés az, hogy aki közhatalmat gyakorol, tehát mondjuk ítéletet hoz, mert bíró, vádat emel, mert ügyész, a kormánynak dolgozik tisztviselőként, vagy netán tagja a kormánynak, avagy a parlamentben képviselő és törvényeket hoz, vagy egy polgármester, vagy önkormányzati képviselő, ott látni kell, hogy tényleg a közjót szolgálja-e, miféle vagyoni érdekeltségei vannak, mennyi pénze van vagy volt akkor, amikor hivatalba lépett, mennyi lett neki, amikor elhagyta a hivatalát, netán van-e megmagyarázhatatlan, ellenőrizetlen gazdagodás az ő életútjában vagy nyomvonalában. Tehát a vagyonnyilatkozat, amit ha idegen nyelveken megnézzük, megvizsgáljuk a kifejezés értelmét, sok helyen úgy hívnak, hogy érdekeltsége, vagy összeférhetetlenségi nyilatkozat. Ó, ez érdekes. Az pontosan azt van hivatva szolgálni, azt van hivatva kimutathatóvá és nyomon követhetővé tenni, hogy a választott tisztségviselőink meg a mi pénzünkből, az adófizetői pénzből fizetett közhatalmi döntéshozók és vezetők, azok jól, helyesen, szabályosan, a közjót szem előtt tartva és azt szolgálva működnek-e, vagy netán innen is kapnak egy kicsit, onnan is kapnak egy kicsit, itt is gazdagodnak, ott is van egy megmagyarázhatatlan telek, ott is keletkezik egy megmagyarázhatatlan bankszámla. Ez nagyon érdekes, mert lényegében átszpineled a kifejezést, és ezt sem mondtuk el eddig, hogy a vagyonnyilatkozat az nem egy ilyen intimpistáskodó, a gardróbban kúpászkodó, ilyen távoli rokon, aki meg akarja nézni, hogy éltek ti itt Budapesten, hanem arra vagyunk kíváncsiak, ami egy tényleg sokkal jobb kifejezés, az összeférhetetlenségi, meg érdekeltségi nyilatkozat, hogy miben van ez az ember. Tehát, hogy milyen érdekeltségei vannak. Hát éppen ezért olyan sajnálatos és szégyenteljes az, ahova silányult Magyarországon például a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozata, mert ez a január 31 per február 1-i start dátum, amire úgy sokan ráfeszülnek, ez tényleg intimpistáskodás, ez egyfajta voyeurködés, tehát hogy benézek, hogy na, mekkora lett Rogán Antalnak a háza, na, Szijjártó Péter vette magának még egy nyaralót, na, ami Gyurcsány Ferencnek most termelte az osztalékot a cége, vagy sem, de ezek tulajdonképpen érdektelen dolgok, ez porhintés, ez üveggyöngy, amit odaszórnak a disznók közé. Azt kellene látnunk, hogy az egész gazdasági érdekeltségi jövedelmi rendszere a vagyonosodása, nem az aktuális vagyon, hanem a vagyonosodás karrierje, a történet hogyan alakul. Hogy vannak-e olyanok, már pedig sajnos Magyarországon számosan vannak ilyenek, akik a politikába, a közhatalomba belépve elkezdenek gazdagodni.
Miközben normális esetben a politikában éppen, hogy a tehetséges, tehát már a magán üzleti életükben is vagyonra szertett, vagy erről a vagyonosodásról, mint ötletről, mint törekvésről elve lemondó kiváló személyek lépnének, és nem a politikát használják arra, hogy meggazdagodjanak. Akkor itt a beszélgetés második részében terveztem, de muszáj idehoznom, mert nagyon ideillik, hogy a Transparency foglalkozik többek között a forgóajtó effektussal. Elmondott, hogy mi ez, mert szerintem itt releváns. Ja, a forgóajtó az képszerű kifejezése annak, amikor valaki úgy váltogatja a közhatalmi és a magángazdasági megbízatásait, ahogy úriember az alsónadrágját szokta ugye napjában. Tehát a forgóajtó jelenség az azt írja le, amikor valaki előbb a magángazdaságban dolgozik, majd átnyergel a közhivatalba, netán utána vált ismét, és véletlenül pont olyan területen helyezkedik el, amelyet korábban közhivatali minőségében szabályozott, felügyelt, tehát kialakította maga összeköttetéseit, kapcsolatrendszerét, ismereteit, és ezt a tudást, anélkül, hogy a törvényi szabályokat megtartaná, például úgynevezett, hát ez is angolból átszármazott kifejezés, ez a cooling off period, tehát egyfajta üzemszünetet beiktatna, rögtön átül az újabb megbízatási jelzőszékbe. Magyarországon a forgóajtó jelensége sajnos nem tiltja a törvény, a szabály ezt teljes egészében lefedetlenül hagyja. Épp ezért látni olyan esetet, amikor valaki a vállalatvezetői székből, a miniszteri székbe, majd a államtitkeri székből újra a vállalatvezetői székbe ül. Szóval ez komoly problémát jelent Magyarországon szintén. Sőt, tehát a jellemző magyar karrier az úgy indul, hogy már a meggazdagodásra az idézőjelben vállalkozói lét is úgy indult, hogy valamilyen állami forrásból lett gazdag, közbeszerzésből vagy hasonló módon. No, volt nektek az Átlátszónak, a K-Monitornak, illetve a Transparencynek egy javaslata már 2014-ben, azt illetően, hogy milyen vagyonnyilatkozatai minimum programot javasoltok ti a jogalkotó számára. Nem úgy tűnik nekem, mintha ezt megfogadták volna, de én elhoztam az aktualizált 12 pontot, és azt kérem, hogy röviden menjünk végig rajta rá kérdezek fontosabb elemekre, meg a hallgatók is ebből tudni fogják, hogy mi a gond a vagyonnyilatkozatokkal. A legelsőt már említetted is, amit én egészen abszurdnak tartok. Ugye, hogy egy országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozata az olyatén módon készül, hogy letölt, illetve kinyomtat egy nyomtatványt, abban jellemzően beleírja az ő macskakaparásával, vagy beleírja valamelyik alkalmazottja szép gyöngybetűkkel, ez mindegy, de kézzel beleírja, amit ő oda helyén valónak gondol. Aztán ezt beszkenneli, és föltölti PDF-ben, vagy föltöltik a munkatársak PDF-ben a honlapra. De ehhez képest, hogy a ti javaslatotok az úgy fest, hogy a kézzel kitöltött, illetve szkennelt vagyonnyilatkozatok helyett elektronikusan kitöltött, és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható vagyonnyilatkozatokra van szükség. Mit érnénk el ezzel? Ez ugye a minimum lépés lenne. Ma már van annyi előrelépés a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatait illetően, hogy nem veszik le az előző évi nyilatkozatot a parlament honlapjáról. Az önkormányzatoknál még leveszik, ha jól tudom. Az önkormányzatnál fel se teszik. Ja, csodás. Tehát ott nincs mit levenni. A polgármesterek vagyonnyilatkozata is közérdekből nyilvános, tehát törvény szerint megismerhető, de nem automatikusan, hanem ha erre irányuló adatigénylést valaki előterjeszt, tehát ki kell adni. Nem szabályozza a törvény, hogy hogyan. Odaadni postai úton elküldve, meghívni, és akkor megnézheted, netán fényképezheted, és annak idején a Transparency International Magyarország az akkor még polgármester Mészáros Lőrinc vagyonnyilatkozata iránt érdeklődött, és engedték volna, hogy hátrakötött kézzel mindenféle adatrögzítő eszköztől távol és mentesen megtekintsük a szemeinkkel a vagyonnyilatkozatot, talán lapozni engedtek volna. Mi perre vittük volna a dolgot, már az autóban ültünk útban a járásbíróság felé Székesfehérvárra, amikor reggel 7 óra 30 perckor feltöltötték a vagyonnyilatkozatot az önkormányzat honlapjára. Tehát a polgármesteri önkormányzati rész az ettől elkülönül. Most is láthatunk idősorokat a parlamenti képviselő vagyonnyilatkozatokat illetően, na de ezt mindig egyesével kézírásokkal silabizálva egyfajta grafológiai tudás birtokában lehet csak kinyerni és értelmezni, ha legalább az meg lenne, hogy ezek gépileg kereshető, adatbázisszerű folyamatok lennének, és akkor meg lehetne nézni, hogy rákeresünk arra szól, hogy Wartburg és Pintér Sándornál hányszor jön elő a Wartburg, valószínűleg az összes vagyonnyilatkozatában előjön, mert már az első vagyonnyilatkozat megtételének pillanatában rendelkezett azzal a Wartburggal, amit az idei vagyonnyilatkozatában is bevallott. Van egy javaslatotok, és
műsor előtt pont erről beszélgettünk Törőnéki kolléganőmmel, hogy a hozzátartozóknak a vagyonnyilatkozatát is ti kihoznátok a páncélszekrényekből, és ugye az volt a vonatkozó dilemmánk, hogy vajon tényleg vállalt-e ekkora nyilvánosságot valaki, aki hozzáment egy politikushoz, vagy feleségül vett egy politikust, hogy az ő vagyoni helyzetét is ki kelljen ennyire rakni a nyilvánosság elé. Ja, Magyarországon egy picit ciki a fizetésekről beszélni. Ugye minden társadalomnak más és más a nyilvánosság tűrési képessége. Norvégiában, Svédországban az adóbevallások nyilvánosak. Tehát úgy kereshetsz bárkinek a jövedelemadó bevallásában, ahogy Magyarországon a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatában, azzal a különbség, hogy ott azt nem kézzel írják. Tehát minden norvég állampolgár állásától és a jövedelem forrásától függetlenül, tehát a gyorséttermi alkalmazottól a miniszterelnök helyettesig az adóbevallását nyilvános felületen teszi közzé. Nyilván mi nem vagyunk skandináv ország, ezt számos szempontból tudjuk, de a hozzátartozói... Kezdjük a papucsban meg a fürdőruhában szaunázással zárójelbe zárva, igen? A hozzátartozói nyilatkozatok ezért a magyar standardok szerint érzékeny témát jelentenek, skandináv standardok szerint ezek nem lennének érzékeny témák. Nagyon egyszerű a Transparency International Magyarország válasza arra a dilemmára, hogy ugye ha hozzámentem egy parlamenti képviselőhöz, akkor kellett űrnöm azt, hogy az én pénztárcámban is turkálnak. Igen, mert nem a pénztárcájában turkálunk, hanem azt akarjuk megtudni, hogy netán annak a parlamenti képviselőnek az óvodáskorú gyermeke a hanyadik telekingatlant, erdőt, mezőt, szántót vagy céget kapta ajándékba, vagy netán gyűjte a feleség hirtelen a pedagógus béréből nagyértékű műkincseket. Ugyanis jelenleg élhetünk sajnos a gyanúperrel, hogy azok is, akiknek nyilvánosan nyilatkozniuk kell, akár a hozzátartozói nyilatkozatokban rejthetik el a lényeget. Azt hiszem, bár nem akarok személy szerint senkit hírbehozni, mert akár bárkit hírbehozhatnánk ezzel, de emlékeim szerint, mintha Kósa Lajos képviselőnek lett volna olyan vagyonnyilatkozata, amelyből az általa használt ingatlan nem derült ki, és feltehetően az az ingatlan a hozzátartozói nyilatkozatban szerepelt. Hát igen, ha már azt vizsgáljuk, hogy mit kell szerepeltetni, és mit nem. A másik dilemmám az az, hogyha valaki mondjuk magángéppel, egy oligarha magángépével utazik el egy foci meccsre, ami mondjuk a miniszterelnök úrral megtörtént, vagy más valaki az mondjuk egy drága étteremben őt meghívják vacsorára, vagy egy luxus jachton nyaral, ami mind-mind sok pénz, tehát kifejezetten drága mulatság, ám de nem az ő vagyonához tartozik, hanem csak az életmódjában jelenik meg. Ezt fel kellene valahogy tüntetni? De ezek ajándékok. És megint, hogyha megnézzük a külföldi gyakorlatot, vagy mondjuk azt a gyakorlatot, amit bárki magyar polgárnak akkor kell követnie, hogyha egy külföldi tulajdonosi hátterű cégnél helyezkedik el, és mondjuk nem kizárólag diszpécseri munkákat végez, akkor ott általában véve az olyan típusú kockázati tényezőkről kell nyilatkozatot tenni, például a vezetőjének, hogy ajándék elfogadás, éttermi meghívás, szórakoztatás elfogadása, mert ezek azok a befolyásolásra alkalmas tényezők vagy helyzetek, amelyeket legalább olyan módon kezelni kell, hogy ismerté teszem, mert ha titkolom, akkor zsarolhatóvá válok, hogy én együtt kajáltam vele, meghívott egy drága étterembe, elvitt valami előadás, amit nem tudtam volna magamtól finanszírozni. A vagyonnyilatkozatnak is tulajdonképpen minden ilyen típusú tényezőre rá kellene világítani, és megint nem az érdekel senkit sem, hogy hányszor kaját, hány csillagos étteremben az a parlamenti képviselő vagy az a miniszter. Nyilván mások a standardok, aki állami vezető az általában jobb minőségű helyeken eszik, vagy legalábbis olyan helyeken, amiket jobb minőségűnek szokás gondolni. De a nagy összegű kirívó ajándékok elfogadása az az üzleti világban mindenhol tiltott. Mert befolyást jelent. És a magyar szabályok sem olyan könnyen átugorhatóak, mint ahogy azt a parlamenti képviselők vagy a miniszterek teszik. Ugye nem csak Orbán Viktor magárepülőzésével és Szijjártó Péter jachtozásával, de annak idején Semjén Zsolt vadászataival is ugyanezt tapasztaltuk, hogy ők azt mondják, hogy bevallani nem kell, mert nem éri el egyenként az összege a képviselő javadalmazás egyévi mértékét. Szalonkánként, persze. Így van. Most a probléma az, hogy lehet, hogy a vagyonnyilatkozatában nem kellene bevallania, viszont mivel ajándék, ezért közteherköteles.
Uh-huh. Ugyanis az illetéktörvény alapján minden olyan bevétel, ami nem jövedelemadó köteles, azt illetékül alá kell vonni. A jövedelemadó 15%, az illeték meg 19%. Tehát azt az összeget, amivel ajándékformájában gazdagodott a parlamenti képviselő vagy a miniszter, az szépen az illetékhivatalnak, ami megegyezik az adóhatósággal, be kell vallani. Na ez nem történt meg egyik esetben sem. Semmilyen Zsolt ugyanúgy nem vallotta be, ahogy feltételezésünk szerint Szijjártó Péter sem, és hát Orbán Viktor még közölte is, hogy ő ebben nem lát semmi kivetni valót, hogy ő oligarchai magángépeken utazgat. És ugye most akkor ennek az egésznek csak a, hogy mondjam, közteher oldalát vizsgáltuk, nem a megengedhetőségét úgy általában, hogy miféle befolyásoknak van kitéve az a politikus, aki elfogadja azt, hogy őt reptessék, nyaraltassák, vadásztassák. Tehát ezek eléggé klasszikus behálózási, befolyásolási kísérletek, ezt azért mindig is alkalmazták a történelem során. Nem véletlen, hogy ezeket a befolyásolási pontokat találták meg tilalmazottként a külföldi, illetve a céges etikai összeférhetetlenségi normák körében. Tehát mondjuk nem az együtt sétálást akarják bejelentve látni, hanem az együtt vadászást, mert sétálni olcsóbb, mint vadászni. Nagyon jó zárszó vagy végszó ez a szünet előtt, úgyhogy azt kérem, hogy mindenki maradjon velünk, mert még rengeteg pontunk van, és a Transparency-ről is fogunk beszélgetni. Rövidesen jövünk vissza. Köszönöm, hogy velünk vannak. Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal. A Spirit FM-en folytatódik a Ceglédi kérdezi. Továbbra is Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a vendégem. Picit még a vagyonnyilatkozatokkal fogunk foglalkozni, és utána pedig rátérünk a szervezet 15. születésnapjára és arra másfél évtizedre, amit Magyarországon nagyon érdekes, hogy tetszik, történelmi körülmények között töltöttetek. Két dolog érdekel még a vagyonnyilatkozatok kapcsán. Az egyik az nem is csak puszta érdeklődés, hanem ha úgy tetszik, egyfajta indulat is bennem. A ti javaslatotok úgy szól, hogy a vagyonnyilatkozat tartalmazzon arra vonatkozó magyarázatot, hogy a tisztségviselő milyen forrásból tett szert az abban szereplő vagyontárgyakra. És én őszinte leszek, bennem a szitja felhorgadás, vagy a bunyavác vérem akkor szokott igazán fölforni, amikor azt látom, ugye most is van aktuális botrány ezzel kapcsolatban, Szentgyörgyvölgyi Péter belvárosi polgármester bakonyi földeket vásárolt, és nem teljesen világos, hogy hogyan tehette ezt meg, mert a vagyonnyilatkozat, ha másra nem, arra jó, hogy kiszámoljuk, hogy tavaly még nem volt annyi pénze és keresete, hogy ezt idén megtegye. Mármint, hogy ez a feltételezés. És amit én rettenetesen rühellek ezekben a helyzetekben, az a magyarázat, hogy családi kölcsönből. Hogy elég bemondani, hogy mondjuk Szijjártó Pétert a Dunakeszin található ilyen behajtó barokk stílusú villájához, medencével, a szülői kölcsön segítette hozzá. És most nem is csak arról van szó, hogy egy miniszternek még mindig apu anyu ad pénzt, hanem hogy ezzel le is van zárva az egész. Tehát innentől kezdve nem kell ezzel foglalkozni. A ti javaslatotok az pontosan milyen beszámolási vagy ilyen mesemondási kötelezettséget várna el? Hát a családi kölcsönről annyit, hogy pénzt még lehet kapni a szülőktől, de valószínűleg jó ízlés, mert sokkal kevésbé. Igen. A vagyonnyilatkozatokról sok mindent el lehetne mondani. Az egyik módszertani megközelítés az, hogy tulajdonképpen annyit árul el, amennyinél biztosan nem szegényebbek a vagyonnyilatkozatot letevő politikusok. Tehát nem szoktak dicsekedni, vagy fölélődni. Az az influencerek szokása, ugye, hogy a bérelt autóval flexelnek. Hát feltételeznünk kell persze, hogy a parlamenti képviselők többsége is, ha másért nem, hát a nagyszámok törvény alapján egyébként annyival rendelkezik, amennyit bevall. És annyira bizonyosan van, nincs neki se több, se kevesebb, és nem is becstelem a vagyonszerzés forrását illetően. És túl azon, hogy persze a magánkölcsön meg a családi kölcsön az ciki, tehát hogy miért ad egy vezető közjogi tisztségviselőnek anya-apa, meg megkérdelezhető, hogy ugye a választási kampányban anyám-apám még szerint pedagógus, a vagyonnyilatkozatban már mecénás. Ugye ez is egy érdekes összefüggés a magánkölcsönt illetően, meg hát ugye ekkora összegeknél, aki képes akár 10 milliókat kölcsön adni, az lehet, hogy nem
bírósági úton akarja majd behajtani, ha nem fizetnek neki, hanem valamit kér cserébe. Tehát a magánkölcsön az komoly zsarolási potenciál. Megint a kettős mérce a lényeg. Egyrészt az állampolgárok zöme nem jut magánkölcsönökhöz olyan összegben, amilyen magánkölcsönöket parlamenti képviselők bevallanak. Tehát a parlamenti képviselők vagy befolyásosak, vagy visszaélnek a befolyásukkal, tehát másokat magánkölcsönre tudnak rábírni, vagy nem mondanak igazat. A polgár, ha pénzhez akar jutni, és apa-anya tényleg pedagógus, akkor vagy bankkölcsön tud felvenni, aminek szabályozottak a keretei. Egyébként örömmel javasolnák bármely parlamenti képviselőnek, hogyha nincsen pénze, akkor ne magánkölcsönhöz forduljon forrásért, hanem menjen el a bankba és vegyen föl hitelt. Jó, ebből volt annak idején baj a postabanknál, tudod, emlékszel? De azóta szabályozott a rendszer, tehát hogy egyébként ez működhetne. A kettős mércének a nagyobbik problémája pont a mesélős rész, ugye le van tudva, bemondtam, hogy családi kölcsön, nem ellenőrzi senki, próbálj meg ezt bárki az adóhatóságnál, hogyha kap egy vizsgálatot, vagy adóbevallást kell tenni, és azt mondja, hú, bevallanám én azt a három lakást, de hát a jövedelmem nem, megvan az ötlet, bevallom, hogy apa anya adta kölcsön. Az adóhatóság nem lesz ilyen ellenőrző, és nem lesz ilyen hiszékeny, meg fogja nézni, hogy anya, apa, tudott-e kölcsönt adni, és ha tényleg egy szálbérű pedagógusok, akkor ne bántsuk a pedagógusokat, nagyon tisztességes dolgozói ők a társadalomnak. Bántja őket a bértáblájuk eleget. Így van, de hogyha tényleg nincsen meg a megfelelő anyagi háttér, a kölcsönadás, a forrás megjelölt háttérében, hát akkor az adóhatóság tovább fog menni, kellemetlen kérdéseket tesz föl, és ez a folyamat eljuthat a végén oda, hogy aki ezzel akarja a vagyonosodását kimagyarázni, az olyan helyiségben találja magát hosszú időre, ahol adminisztratív megfontolásból az ajtónak csak a vele átellenes oldalán van kilincs. Na most a parlamenti képviselő ugye nem ütheti meg a bokáját, mert a meséjét elfogadja neki bárki, illetve hát senki nem is ellenőrzi, hogy a mese az valós-e vagy sem. A mi javaslatunk az lenne, hogy hihetően, nyilvánosan nyilatkozzon arról, hogy annak a beszerzésnek, annak a vagyontárnak a forrása az, hogy A, örököltem, B, lottón nyertem, C, összespóroltam, D, van egyéb üzleti tevékenységem, tessék megnézni annak a cégnek a beszámolóját, E, ha már semmi más nem jut eszembe, akkor kártyán nyertem, ez Ferenc Jóskánál még működött ez. A legzseniálisabb ebből a szempontból talán Rogán Antal találmánya van. Igen, igen, igen. Hát kitalált valamit, ami mások szerint már létezik egy ideje, de neki azért nagyon szépen termeli a pénzt. Ennek a másik oldala egyébként az, hogy amilyen megvan, azt meg nem kell felbecsültetni, és részletezni sem, hogy pontosan miféle. A kedvencem az, hogy van egy egyszerű falusi vályokháza valakinek, és kiderül, hogy egyébként ez egy rohadrágán fölépített Budapest környéki településen egy kifejezetten drága, hát hova tovább, ha nem is villa, de legalábbis egy drága ingatlan. Amit persze senki nem irigyel. De ez nem is erről szól. A parlamenti képviselőtől csak tudni szeretnénk, hogy azt félreirányított vagy oda nyúlt Európai Uniós támogatásból, vesztegetési pénzből. Ezek jellemzően vendégházak. Így van, vagy egy életszorgalmas munkából építette föl. Igen, tehát jellemzően az szokott kiderülni egyébként, hogy például ez nem is országgyűlési képviselő, jellemzően polgármesterek laknak, vagy nyaralnak olyan ingatlanokban, ami egyébként az Unió felé, mint vendégház van lejelentve. Van ilyen országgyűlési képviselőnk is, a Cecei Varga Gábornál is ez volt tapasztalható, és csak nevekben nem vagyok mindig jó, de van egy tiszaparti nyírségi fideszes országgyűlési képviselő, ha rosszul mondom a nevét, elnézést kérek a hírbehozásért, azt hiszem Kovács Sándornak hívják, akinél szintén ez forog fenn, ő Géberjénben építette ezt a vendégházat, ami egyébként csak nagyon szűk körben hirdeti a szolgáltatásait. Polgármesterből ugye azt hiszem a Izsák településnek volt a polgármestere, Mondok István talán, de lehet, hogy megint a nevekkel eltévedek. Igen, ez egy jellemző megoldás Magyarországon. Csak zárójeles megjegyzés, Géberjénben van bejegyezve az egyik olyan kamu párt is, ami már egyébként nyilván tartásba vetette magát az idei választáson, tehát az úgy látszik, az egy alig 6-700 fős település, de ott valami egészen biztosan van. A közpénzek szívcsakrája. Lehet azt mondani. Viszont az utolsó, amit még a vagyonnyi kapcsán beszéljünk meg, az amit egész idáig körbe táncoltunk, és szerintem tök fontos, a szankció. A ti anyagatokban hivatkoznak román, bolgár, meg litván, meg grúz példákat,
És azt látni, hogy vannak helyek, ahol ha valaki ezt elvéti, akkor az a mandátumába tud kerülni. Vagy és vagy bűncselekménynek minősül, hogyha valaki hazudik a vagyonnyilatkozatában. Vagy eltiltják attól, hogy különböző tisztséget vállaljon. Tehát, hogy vannak helyek, ahol komolyan veszik ezt a beszámolási, feltárási kötelezettséget. Magyarországon nem ez a helyzet. Mit javasoltok ti? Ja, a szankció önmagában soha nem old meg semmit. Persze népszerű követelés vagy javaslat, és hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt ilyen megfontolás a mi javaslaténk összeállításakor, hogy legyen valami emészthető benne, amit mindenki ért, és ugye mi a 10 millió labdarúgó szakértő, virológus és büntetőjogász országa vagyunk, tehát azt mindenki érti, hogy börtönbe vele, ott rohadjon el, kenyérén és vízen is 3 naponta akasszák föl. És természetesen nem erről van szó, de az tényleg bicska nyitogató és arcpirító, hogyha bármelyikünk elrontja az adóbevallását, akkor térdig járja le a lábát, ami kikanosszázza magát az adóhatóságnak, hogy bocs, tényleg tévedtem, itt az új, és nem volt más, és nem volt több, csak elrontottam, mert bonyolult volt megcsinálni. És ehhez képest, ha a parlamenti képviselő elfelejt nyilatkozni valami vagyonáról, vagy kiderül, hogy nem is az övé, vagy nem akkora, amekkorának bevallotta, akkor várrándítással elintézni. Na most erre mondjuk mi azt, hogy tessék a vagyonnyilatkozatot közokiratként kezelni, tessék a vagyonnyilatkozat gondatlan, még inkább szándékos, valótlan tartalommal meghamisítva történő leadását ugyanúgy szankcionálni, mint hogyha az egy tényleges, jelenlegi értelmevet közokirat hamisítás lenne. Tehát legyen következménye, fájjon az, hogyha a vagyonnyilatkozatát elrontja valaki, mert a szankció, ha másra nem jó, akkor legalább arra alkalmas, hogy a tényleges teljesítésre rászorítsa azt, akinek nyilatkoznia kell. Ha azt tudja, hogy kockáztat egy büntetőeljárást, a mentelmi jogának az esetleges felfüggesztését, akkor össze fogja magát kapni. De ez nem azt jelenti, hogy mi börtönbe akarjuk küldeni a parlamenti képviselőt. Hanem? Mi azt akarjuk, hogy vegyék komolyan a vagyonnyilatkozatot. Oké, de ugye a puskát a főlogatom, de nincsen megtöltve, és azt mindenki tudja, akkor nem fenyeget. Tehát, hogy mi lenne szerinted egy reális szankció, hogyha... Mondok egy példát, ugye csak hogy nem mindig a kormánypárti oldalról hozzunk példákat. Kispesten volt az ominózus videó, ahol ugye Lakner Csaba, a szocialista Lakner Csaba valami fehér port terelget egy kistányéron, és közben beszél egy Kránc nevezetű helyi fickóról, akinek a vagyonnyilatkozatából, mint azt helyben a Momentumos tanácsnok föltárta, kimaradt egy kb. 60 millió értékű spanyol nyaraló, vagy villa, vagy valamilyen ingatlan. Hogy tegyük föl, hogy végig megy ez a folyamat, ez egyértelműen kiderül, van róla videó, nem írta be. Mi lenne szerinted az arányos büntetése valakinek, aki így járt el? Egyébként olyannyira nem csak kormánypárti fixációnk van, hogy a Transparency International Magyarország Kránc Krisztián ügyében hivatalosan vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a kispesti polgármesternél. Mi akkor azt a választ kaptuk, hogy a nyilatkozat évében még nem volt Kránc Krisztiánnak a tulajdonában az a villa, az az épület, amiről szó van. Tehát a megismerhető utolsó nyilatkozatában még nem kellett benne lennie, lám majd a következőben benne lesz. Egyébként ez félig igaz, tehát ez olyan, mint a pohár, ami vagy félig tele van, vagy félig üres, mert hogy még nem jegyezték be a nevére az ingatlant, de a vagyonnyilatkozat megtételekor már aláírta a szerződést, és a birtokában volt, de ez igazából ilyen szempontból részletkérdés, ugyanis nagyon kiváló volt a szerkesztői felvezetés, hogy a töltetlen puska az még akkor sem számít éles lőfegyvernek, hogyha ki van lógatva a falra, ugyanis a szankció önmagában az semmi. Ahhoz kontroll kell, ugye hát Lenin is megmondta, hogy a bizalom az nagyon fontos, de az ellenőrzés az sokkal fontosabb, és a vagyonnyilatkozati rendszer sem attól lesz igazán működőképes, hogy a büntető törvénykönyvben be van írva egy tényállás, hogy aki megsérte a vagyonnyilatkozati kötelezettségét, az 3 év, mert úgyse fog ezért senki börtönbe vonulni. Viszont, hogyha az adóhatóság rutinszerűen minden vagyonnyilatkozatot minden évben összefolyatna a vagyonnyilatkozatot tevő, meg a nem látványosan vagyonnyilatkozatot tevő hozzátartozó adóbevallásával. Ráfektetni egymásra, mint a nyelvvizsgán a feladat megoldó kérdéssort és a megoldó kulcsot. És ahol ellenőrizetlen vagy aránytalan gazdagodást lát, ami az adóbevallásban feltüntetett adatokból következően nem magyarázza a vagyonnyilatkozatban megjelenő összegeket,
ott rögtön vagyonosodási vizsgálatot indítana, magyarázatot követelne rá. Na ennek lenne igazán fegyelmező és grédába állító hatása, mert az adóhatóságtól még a parlamenti képviselőnek is van mit félniük. No, van még kb. 15 percünk annak a 15 évnek az áttekintésére, amit a Transparencia Magyarországon magyar munkával töltött. És ugye, ha jól értem, nektek való az a tragédiátok, hogy ennek a nagyobbik része az egy ilyen egyszínű kormány alatt telt, és mindig el kell mesélni, hogy a Transparency Magyarországot egyébként 2006 őszén jegyezték be. Tehát a ti indulásotok, nekibuzdulásotok, az nem egy deklaráltan Fidesz vagy Orbán Viktor ellenes szervezet létrehozása volt, hanem egészen más körülmények között döntöttetek úgy, hogy szükség van a Transparency International Magyarország megalapítására. Miért és milyen körülmények között jött létre ez a szervezet? Hát erre én nagyon szeretnék válaszolni, ha tudnék, de én 2012-ben csatlakoztam a szervezethez, de az igaz, hogy sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy már-már védekezni vagyunk kénytelenek, hogy mi tényleg nem a Fideszre vagyunk ráfixálódva, de hát ki mástól kérjük a helyzet jobbítását, hanem attól a szervezettől, attól a pártól és attól a kormánytól, amelyik most már 12 éve irányítja Magyarországot. De tény, hogy a Transparency International Magyarország a Fidesz 2010-es hatalom átvételét megelőzően már jó 3,5 éve működött. És ebben a 3,5 évben nagyon szerette az akkor az ellenzék vezérerejét képező Fidesz a Transparency International Magyarországot. Olvasta a TI-nak a termékeit. A Transparency International Magyarország éves jelentéseiből savazta és ostorozta az akkor, hol Gyurcsány Ferenc, hol Bajnai Gordon vezette kormányt. Vészharangokat kongatott, amikor kihoztuk azt a megállapítást, hogy 200 milliárdba is kerülhet évente a közbeszerzéseken a korrupciós veszteség. Erről Orbán Viktor a Fejér megyei hírlapnak külön interjút adott. Varga Mihály akkor ellenzéki vezérszónokként 2007-ben tetemre hívta Veres Jánost a parlamentben, aki pénzügyminiszter volt a szocialista kormány színeiben, hogy mi az, hogy a Transparency International globális korrupciós rangsorában a korrupcióérzékelés index felmérésben Magyarország a 37. helyre esett vissza. Elmondanám, hogy 2012-ben már a 46-oknak sikerült lenni, 21-ben, 10 évvel később meg a 73-oknak. Ez már nem zavarta annyira a Fidesz, illetve akkor megvolt az univerzális magyarázat, Soros György. És azt is emlékeztetőre el lehet mondani, hogy a Bajnai kormány miniszterjelöltjét buktatta ki a Transparency International Magyarország, és nem fideszes kormányét. Na, ez hogy volt? Ez mi történt itt? Gazdasági tárca élére volt kijelölve Vál Tamás 2009-ben, valószínűleg keveseknek rémlik bármi is a nevét illetően, de őt gazdasági vezetőként a gazdasági versenyhivatal kartelben érintettnek találta, tehát valamilyen szabálytalanságban érintettnek találták azt a céget, aminél korábban dolgozott, és a Transparency International Magyarország akkor, amikor kiderült, hogy a válságkezelésre életre hívott Bajnai kormánynak ő lesz az egyik tagja, akkor jelezte, hogy nem biztos, hogy gazdasági területen olyan szemét kellene miniszterként alkalmazni, aki a versenyhivatal látókörébe került, le is vették őt a saktábláról. Na most gondoljunk bele, hogy mi mindent lehetne a 2010 óta hivatalban volt csak miniszterekre, államtitkárokra rásütni a gyanú szintjén, és mennyire nem buknak bele ezekbe a gyanúkba. Tehát, hogy Vál Tamás esetében egy kartel eljárás elég volt ahhoz, hogy ne legyen miniszter. Szijjártó Péter pedig az egyik első számú oligarchának a jachtján hetyeg, és azt a látszatot kelti magáról közben, mintha ő a belorusz válság megoldásán dolgozna, sem a hazugságba, sem a jaktozás elfogadásában nem bukik bele. Láttuk a fotókat, nem úgy néz ki, mint aki jól érzi magát, vagy hetyeg, tehát, hogy akár az is lehet, hogy nem számít korrupciónak, hogyha közben kifejezetten szomorú vagy depressziós vagy. Egy kérdés annak kapcsán, hogyha az egész műsorban átláthatóságról meg hasonlókról beszéltünk, azt írjátok, hogy a TI magyarországi tagozata anyagilag független a berlini központtól, azaz tevékenységének finanszírozási feltételeit önmaga teremti meg. Ti miből éltek? A legtöbb forrásunk az Európai Uniótól érkezik, mindig pályázati alapon jutunk pénzhez, tehát nekünk nagyon sokat kell dolgozni, mint minden más vékony pénztárcájú civil szervezetnek azért, hogy a működéséhez szükséges pénzhez hozzájusson. Az Európai Bizottság különböző bárki számára azonos feltételek mellett nyitva álló pályázatain szoktunk indulni. A találati arányunk az, hát ahogy mondani szokás, hol bejön, hol nem jön be, többet dolgozunk pályázaton, mint amennyit megnyitunk.
nyerünk természetesen, tehát nagyon messze vagyunk a totális találati aránytól. Ezen kívül az éves bevételeinknek most már több évre visszamenően bőven kevesebb, mint 20%, olyan 15-17%-a származik szintén pályázati alapon olyan szervezetektől, amiket a kormánypropaganda, illetve a kormánykommunikáció Soros Györgyhöz szokott kötni, ez a nyílt társadalom alapítvány, tehát ehhez is bárki pályázhat, hogyha van olyan elgondolása, projekt ötlete, ami beleillik ennek a szervezetnek az elképzelései közé, és egyébként vannak úgynevezett üzleti típusú szabadon felhasználható forrást eredményező bevételeink, amikor szakértőként átláthatósági közbeszerzési vagy jogi tanácsadásra felkérnek minket. Így például benne voltunk a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzési eljárás egy szakaszának a monitorozásában, végeztünk átláthatósági korrupciós tanácsadást önkormányzati cégeknél Budapesten és Budapesten kívül más településen. Ezek mind nyilvánosak az éves beszámolóinkban elérhetőek. Jelenleg is dolgozunk Európai Uniós információszabadság projektben tanulmányok írásával és kutatással, tanácsadással, tehát vannak ilyen típusú bevételeink is. Sajnos még nem tartunk ott, hogy az üzleti jellegű szabadon felhasználó forrást eredményező bevételeinkből önmagában meg tudnánk élni. Viszont akkor magadat húztad csőbe, mert van itt egy rovatunk, a Mély nem mondja meg című rovat, és ha már vannak ilyen, ezek szerint sporadikusan, de a politikára is hatás gyakorló javaslataitok, akkor azt kérem, hogy itt van előttem, hogy körülbelül mivel foglalkozik a Transparency, de azt szeretném, hogyha ezt úgy mesélnénk el, hogy az lenne a cél, hogy mondjunk valamit arról, hogy ha mondjuk, nem tudom, mit hirtelen berontana Márki-Zay Péter, félrelökni Hont Andrást, és megkérdezne téged, hogy mit tegyen ezzel, akkor a Transparency vonatkozó álláspontját, vagy javaslatát fogalmazzuk meg. Bonyolultnak tűnik, de tök egyszerű a kérdésem. Foglalkoztok például, ugye az egyik legfontosabb téma az a közbeszerzés. Mi a gond, és mit kéne változtatni ennek ezen egy kormánynak? Hú, de nehéz ezt kevesebb, mint másfél év alatt megfogalmazni. A közbeszerzésekkel Magyarországon az a probléma, hogy a tényleges versenyt szűkítő, sok esetben kiiktató módon ezek a közmegbízatások, állami önkormányzati megrendelések jellemzően meghatározott, előre eltervezett zsebekbe kerülnek, és jó sokszor túlárazottan, tehát több pénzért, mint amennyit valójában ér az adott beruházás. Sajnos olyan helyzet alakult ki Magyarországon az elmúlt 10 év hatására, hogy ma már nem kell megszegnie a szabályokat sem az állami megrendelésre pályázatot hirdető állami szervnek, sem azon a közbeszerzésen ajánlatot tevő cégnek ahhoz, hogy mondjuk majdnem mindig ugyanahhoz a néhány szereplőhöz kerüljön a megbízás, hiszen az oligarcháink, Mészáros Lőrinc vagy Szilászló főként az építőipari területen olyan dominanciára tettek szert, hogy a leginkább okszerű feltételek esetén is már csak ők tudják igazolni a tapasztalatot, a referenciát, a mintamunkát. Ez nagyon fontos, hadd szóljak közbe, tehát ezek szerint amikor az ellenzéki politika arról beszél, hogy ők meg akarják büntetni a tolvajokat, akkor nem ezekről az emberekről beszélnek, mert ők a szó jogi értelmé vagy hagyományos köznapi értelmében nem lopnak, hanem amit te is mondod, olyan helyzet jött létre, hogy bizonyos pályázatokat már csak ők tudnak megnyerni. Eleinte az államnak rájuk kellett testre szabni a beruházásokat, hogy mondjuk csak az nyerjen el közbeszerzés, most nagyon leegyszerűsítve, akinek a cég nevében szerepel M betűvel kezdődő és Észárosra végződő kifejezés. Ma már nem kell, elég azt kérni, hogy építőipari cég, mert hogy jóformán már csak ők maradtak talpon, és ez most nagyon durva leegyszerűsítése a helyzetnek, de a dinamika így nézett ki, hogy megsegítették állami pénzből a haverokat, azok nagyra hisztak, és most már tényleges piaci szereplőnek tűnve vannak jelen a páston. Ez a Neoton, úgynevezett Neoton família modell. Lehet mondani. Ahhoz, hogy tisztességessé váljon a magyar közbeszerzési piac, valószínűleg nagyon sokat kellene tenni, mert már tele van olyan szereplőkkel a vállalati szektor, amelyek eleve állami megbízásokból nőttek nagyra, és nem nagyon lehet őket megkerülni, mint természeti adottság vannak jelen jóformán már a magyarországi piacon. De ha lenne változtatási szándék és hajlandósága a mindenkori vagy bármikori magyar kormány részéről, akkor a legegyszerűbb és legkönnyebben megtartható tanács az lenne, hogy
tessék becsületesnek lenni, hát nem kell csalni. És akkor előbb-utóbb majd a piac is elkezd tisztulni, hogyha azt látja, hogy nem lehet cinkelt lapokkal játszani. Hogyha a hatóságok majd tényleg ellenőrzik a teljesítést, hogyha nem fogadják el a túlárazást, hogyha olyan kiírásokat fogalmaznak meg, olyan pályázatokat hirdetnek, amire sok versenyző jön be, és majd el lehet érni, hogy azok ne egyeztessenek egymással kartelformában, és akkor lejjebb mennek az árak, de valakinek meg kell tenni a kezdő lépést, és kitehet kezdő lépést, a hatalom, mert az ő kezében van a pénz, az ő kezében van az ellenőrzés jogosultsága, tehát ő dönt arról, hogy kivel és mennyiért szerződik. A másik oldalon ott vannak az állami és önkormányzati vállalatok, velük is foglalkoztok. Itt az érdekelne elsősorban, hogy a 2019-es önkormányzati választások után, amikor ugye a parlamenti ellenzék pártjai, azok az önkormányzatokban egy csomó fontos pozíciót szereztek meg, polgármester, főpolgármester, kerületek, képviselőtestületek többsége. Tapasztaltatok-e változást a számotokra fontos dimenzióban, illetve hogy együttműködtök-e, én egy szegedi együttműködésnek láttam a nyomát, együttműködtök-e ilyen mondjuk így ellenzéki önkormányzatokkal annak érdekében, hogy átláthatóbb és hatékonyabb legyen a működés ezeknek a vállalatoknak? Ez egy sikerprojekt volt a részünkről, ez a minimum, az önkormányzati korrupcióni minimumcsomag, amit szintén az átlátszó.hu-val és a K-monitorral közösen jegyeztünk. Egyébként éppen most tervezzük az önkormányzati ciklus fél idejéhez mérten az előrehaladás vizsgálatát, tehát azt most fogjuk majd megnézni, hogy a aláíró önkormányzatok és azok a polgármesterek, akik vállalták ezt a programot és hivatalba tisztségbe jutottak, mennyire valósították meg ezt a gyakorlatban. Nehezített pályán játszottak, persze nem akarom menteni őket, hogyha hibáztak is, mert a Covid az elég sok mindent elsodort és elég sok prioritási listát teljes egészében átírt. Tény azonban, hogy a korábban kizárólag Szegeddel fennálló önkormányzati együttműködés, bocsánat, nem kizárólag Szegeddel, Budapesten kívül kizárólag Szegeddel, és Budapesten pedig a 13. kerülettel fennálló önkormányzati együttműködés bővült tanácsadási, szabályzatkészítési, illetve bizonyos szerződések megengedhetőségének az átvilágítására vonatkozó munkákat, feladatokat elvállaltunk Szentendrén, Budapesten belül a 7. és a 6. kerületben, közbeszerzés monitorozás szintén a fővárosban és a budapesti 6. kerületben végeztünk, tehát érzékelhető volt az, hogy a kormánnyal szemben álló politikai oldal által dominált önkormányzatokban nagyobb a hajlandóság az átláthatóságra, a tiszta, rendesen működtetett közbeszerzések intézésére. Hát, hogy ez most az első fecske volt, ami még nem csinál nyarat, vagy remélni lehet, hogy ez csak a sorozatnak a kezdete, az majd a későbbiekben fog elválni. Rengeteg dolgot csinál még a TI, viszont a rengeteg helyett 0 percünk maradt hátra, hogy tovább beszélgessünk, úgyhogy abban bízok, hogy tudjuk ezt még folytatni korrupció és egyebek kapcsán. Nagyon sok mindent csináltok még a turisztikai támogatásoktól kezdve az információszabadság projekten át egészen a politika finanszírozásig, amiről mind nem esett szó. Viszont nagyon boldog születésnapot kívánok a szervezetnek, bízok benne, hogy 15 év múlva is lesz miről beszélni, de akár optimistában is. Viszont a műsort most be kell fejeznünk. Köszönöm szépen Ligeti Miklósnak, hogy a vendégünk volt, köszönöm a munkáját Nagy Teodórának és Törő Nikolettának, és főleg köszönöm a hallgatók figyelmét, maradjanak továbbra is velünk, viszont hallásra. Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.